egy jó házasságot tudhatok magam mögött, aminek aztán vége lett, miatt egy rossz házasságot tudhattam volna magam mögött. Nagyon-nagyon csalódtam, és elsősorban saját magamban csalódtam, mert én amúgy a házasság intézményét tisztelem, és én ezt komolyan vettem, tehát nem egy ilyen fellángolásból kötött Las Vegas-i házasság volt ez, és az igazság, hogy nagyon-nagyon élvezem az egyedül létet, és még a magányt is, amit pedig ugye pejoratíve szoktak elsősorban használni, de én azt is élvezem. Fellöbdöstek a színpadra, de mindig megbántak, tehát látszott, hogy nem... Tehát basztottak, nyisd ki a szád, nem artikulálsz, húzd ki magad. Mosolyog. Persze, teljesen kilógtam a sorból, ott voltak a szavaló lányok, meg ott volt kormosan érted, és már mindenki megbent, hogy ó. Köszönjük az Allianznak, hogy új elektromos autó biztosításával támogatja autókat. Jaja. Gyere, fűtök. Nagyon jó. Kérsz a fenekadat? Mindent kérsz? Fullos? Jó. Kérek. Figyelj, hogyha már nagyon meleg alattad a talaj, akkor ezzel. Olyan még nem volt. Ja, jó. Soha. Nem, bírom a tüzet. Jó, van, nem vagy túl hátul. Na menjünk. Ilyen körülmények között 1000 éve. 6,5 éve. Egész pontosan. Igen. Még a műsor indulásakor találkoztunk. Úgyhogy gondoltam, annyi minden történt azóta veled is, meg velünk is, hogy dumáljunk még egyet. Pár éve laksz itt, és hogy ez egy ilyen önálló otthonod. És tudom, hogy nagyon szerettél volna egy ilyesmi lakást, mint ahol most laksz. Ugye először azt mondd el, hogy mitől otthon neked egy otthon? Hogy mitől érzed otthon magad? Nyilván attól, hogy erre a kézenfekvő válasz, hogy az embernek otthon az otthon, ahol a szerettei vannak, de azért ennél egy picit nálam ez árnyaltabb. Nyilván szeretem, hogy olyan dolgok vesznek körül, amiket én szeretek, akár én választottam, az én ízlésemet tükrözik. Van, akinek ez tökre nem fontos, és teljesen... Tárgyakra is gondolok, igen, és én ezt vállalom, nekem befolyásolja a hangulatomat az, hogy mondjuk az ablakom a tűzfalra nézel, vagy mondjuk a zöld lombokra. Aha. És akkor nyilván a tűzfala preferencia. Természetesen elsősorban ott kerestem, hol a tűzfalra lehet rálátni. Jó. Jó, nem, mert csak hogy tudom, hogy amikor ide költöztél, akkor ilyen, tehát hogy ilyen újrakezdésben voltál, és hogy mesélted, hogy például volt egy egyedül töltött karácsonyod. Úgy bele kellett születni ebbe az újrakezdésbe, nem? Bele kellett szokni, és bele kellett tanulni, mert én nagyon régóta nem éltem egyedül, vagy talán sosem éltem egyedül, most, hogy jól belegondolok, mert egy ideig nyilván a szüleimmel és a bátyámmal, aztán pedig én 14 éves koromtól kollégiumban laktam, és őszintén szóval az alkalmazkodás, mint olyan az akkor, amikor hatan vagytok mondjuk egy, mit tudom, 12 négyzetméterre szobába, akkor nem kérdés, hogy kell vagy sem. És lehet, hogy ez az, ami, vagy az erre való képesség, vagy az erre való hajlandóság az, ami nálam lenullázódott az idők folyamán, és az igazság, hogy nagyon-nagyon élvezem az egyedül létet, és még a magányt is, amit pedig ugye pejoratíve szoktak elsősorban használni, de én azt is élvezem. És miért van ez szerinted? Ezért csak, mert hogy sosem éltél egyedül, vagy pedig van ennek egy ilyen személyiségbeli oka is? Hát elég régóta ismersz engem, és igen. Szerintem... Jó, de most egy kicsit úgy kell csinálnom, mint hogyha reporterként is kérdez. Nem, mintha nem, hanem hogy engem az érdekel, hogy ezt te hogy látod, mert az nekem nyilván azáltal, hogy én ismerlek téged, és együtt dolgozunk 1000 éve, vagy dolgoztunk, ugye még a televíziós időszakban, aztán a VMN-t is együtt kezdtük, hogy nem feltétlenül látok bele a te fejedbe erről, hogy magadról mit gondolsz? Hát nyilván nem önt el az elégedettség, hogy milyen elképesztően csodálatos ember vagyok, de azt hiszem, hogy ezt talán soha nem kerített hatalmába, de volt, amikor úgy éreztem, hogy egy picit jobban közelítek a normához, ha lehet ilyet mondani, és én jól éreztem magam ebben, és most nyilván a házas éveimre gondolok, amit én jól éltem meg. Tehát én azt gondolom, hogy nekem egy jó házasságot tudhatok magam mögött, aminek aztán vége lett, miatt egy rossz házasságot tudhattam volna magam mögött. És hát valószínűleg megszületett egy új
élem is, vagy ha nem is megszületett, de sajnos ledobta magáról a régit. Bár én, ha rajtam volt volna, akkor a végtelenség erőltettem volna magamat a normához, mert sokkal egyszerűbb úgy az élet szerintem, vagy nekem egyszerűbb volt és kényelmesebb, tehát nem kellett mindig kidobnom a karácsonyfát az ablakon. Mint most. Mint most, és nyilván nem kellett. Hogy rádőljön a fa. Tényleg úgy, mint cseréltet, nem mint most, és ezek tudom, hogy béna dolgoknak hangoznak, de mégis egy csomó olyan dolgot meg kell tanulnom, meg mit tudom én, amikor ebben azért megoldódott az át, hogy volt egy férfi a házban. De közben meg módfelt élvezem a magányt, hogy ennek, és igen, visszatérve a kérdésed, de szerintem nyilván ok az a személyiségem is, ami nem könnyű, és lehet, hogy én önmagamnak pont elég vagyok, és még valaki már egyszerűen túlterheli a rendszert, és sokan vagyunk. Aha. Csak az tök érdekes, hogy ha végignézem azt például, hogy különböző közösségekben te hogy lépsz be, aztán lépsz ki, és ilyen volt a VM-en is, hogy így valahogy Hogy mennyire vagy, hogy mennyire van szavatolva az, milyen időszakokra, vagy mennyi időre van szavatolva az, hogy te bizonyos rendszereknek egyáltalán legyél képes maradni. Érted? Igen. Én minden szabadat értem. Jó, még. Mert hogy én nem biztos, de hogy örülök, hogy te igen. Na, viccen kívül. Szóval, hogy nagyon érdekes az, ahogy a Duma Színháznál is ugye voltál, ott voltál, ha nem is a legelején, de azért még abban a nagyon hős időkben, amikor te oda kerültél, a VMN-nek is a legelején, de más rendszerek is vannak az életedben, amikből kiléptél. Szóval, hogy mennyire vagy kompatibilis, vagy mennyi időre vagy szavatolva egy-egy rendszerben? Meg mitől függ ez? Istenem, bár tudnám erre a választ. Tényleg csodálatos lenne, ha tudnám, de nem tudom, sajnos nem tudom kiszámítani, és ez a legrosszabb egyébként, hogy én nagyon bizalmatlan vagyok, és a bizalmatlanságom csak fokozódott, és elsősorban a saját magam viselkedése miatt. Ezt hogy érted? Úgyhogy kiderült, hogy nem tudok mindent egyszerűen tudatossággal, racionalitással nem tudok mindent szabályozni, és nem tudok mindent megoldani. És ennek a felismerése ez odáig vezetett, hogy most azt gondolom, hogy nem merek ígéretet tenni szinte senkinek semmire, mert már tettem, és nem sikerült. És nem azért nem sikerült, nem a másik hibájából nem sikerült, de még csak azért, tehát még csak nem is azért, mert én gazember vagyok, vagy azt gondolom, vagy érted, hanem egyszerűen nem sikerült. Tehát minden jó szándék, és minden azt gondolom, hogy intellektus ellenére, ha ezzel nem vagyok nagyképű, nem sikerült. Mi a garancia arra, hogyha én még egyszer ígérek, akkor az már sikerül, és a legkisebb dolgokra is le lehet ezt bontani, tehát nem feltétlenül a házasság ígéretéről beszélek, hanem... Igen, csak hogy engem az érdekel, hogy mi az, ami miatt nem sikerül, meg hogy ez nem is... Tehát, hogy abból, ahogy fogalmazol, és amilyen szavakat használsz, én azt érzem, hogy ez neked ilyen kudarcélményként csapódik le. Természetesen. Tehát, mint egy ilyen csalódottság. Nagyon-nagyon csalódtam, és elsősorban saját magamban csalódtam, mert én amúgy a házasság intézményét tisztelem, és én ezt komolyan vettem, tehát nem egy ilyen fellángolásból kötött Las Vegas-i házasság volt ez, és engem megrendített az, hogy én valamit komolyan megígérek valakinek, és ezt nem tudom betartani. Ez persze egy csalódás, és nem azért vagyok csalódott, mert most nem házasságban élek, mert azt hiszem, hogy ez a típusú életforma az, ami nagyon nehéz, tehát ez a rögösebb, de valahogy ez a velem kompatibilis életforma, hanem csupán azért csalódtam, mert úgy látszik, hogy félreismertem magamat, vagy persze most lehet, hogy az ember legyen ennyire szigorú, változnak az emberek, változnak a körülmények, de ezzel együtt mégiscsak. Te kifejezetten szigorú vagy magaddal szemben. Mindig is az voltál, nem? Valószínűleg mindenkivel szigorú vagyok, ezt egyébként a volt férjemtől sokszor megkaptam, hogy én nagyon kritikus vagyok, ami igaz, és én ezt tudom magamról, de azt gondolom, nem vagyok rossz indulatú, de kritikus vagyok, ez tény is való. Uh-huh. És ez miért van szerinted? Ez honnan hozod? Valamire azt gondolom egyébként, hogy aki... Nem, mert ezzel mindenkit megbántok, aki nagyon elnéző, és olyat is ismerek, aki olyan, de egyszerűen nem tudom megmondani, szerintem zsigeri dolog. Minél jobban kedvelek valakit, vagy minél jobban szeretek valakit, annál több elvárást támasztok, tehát annál magasabbat kell ugrani. És ez a gyerekeiddel is így? Mennyi idősek most a lányok? Már kamaszok, nem? Hát erősen. Az egyik a 16. felé lép, de a másik meg a 17. felé. Azt a... Én kiskamaszra számítottam, de teljesen tehát, hogy úristen. Igen.
Na, szóval, hogy ha már szigor, meg elvárások, akkor az egyik legnagyobb lakmuszpapírja ennek, amikor valaki ilyen, amikor a gyerekei elkezdenek, hát így körberajzolni magukat, hogy itt eddig tartasz te, és innen ez már én vagyok. És azt mondják, hogy engem nem érdekel, hogy te milyen vagy, meg mik az elvárásaid, az én saját elvárásaim magammal szemben fontosabbak. És hogy nálatok eljött, tehát ha 16-17 évesek, akkor biztosan vannak ilyen összecsattanásai a te elvárásaidnak, meg az övéknek. Nem tudom, a gyerekeimmel való kapcsolatomra egyébként, ahol most állunk, arra én eléggé büszke vagyok. Mert azt gondolom, hogy szeretjük egymást, és ezt még tudjuk és merjük vállalni. Akár mások előtt is. Ami a kamaszoktól különösen szerintem egy... Ez nagy dolog. Nagy dolog. Igen, nagy dolog, abszolút. Igen. Hogy kimutatják, és hogy nem szégyellik. Igen. Változtak azt hiszem, hogy nem nevelem már a gyerekeimet régóta, hanem talán próbálok inkább segíteni nekik, és az egyik legfontosabb feladatomnak én, mint anya például azt érzem, hogy nekem annak kell lennem számukra, aki a közhelyesen hangzik, de majd mindjárt kifejtem, hogy aki a védelmet és a biztonságot nyújtja. Tehát, hogy konkrét példára levetítve, én azt szeretném, hogy ő egyes kap az iskolába, sose fordult elő, akkor én nem az legyek, akinek izgulni kell, hogy mondja el, hanem én az legyek, aki őt ezért megvigasztalja. Akkor is, ha egyébként nem feltétlenül ártatlan a dologban, mert nem az én dolgom, hogy az iskola... Tehát azt érzem, hogy ezt a felelősséget szívesen áthárítom az iskola rendszerre, hogy ezért büntessék meg ők, és a büntetését tulajdonképpen megkaptam egy egyes. Látom, hogy ő neki ez számít, tehát nem esik jól neki. Nem gondolom, hogy nekem most még rá kéne feküdnöm erre a dologra, hanem nekem annak kellene, aki ilyenkor szerintem vigasztalja és csinál egy kakaót, és azt mondja, jó, hát... Ez most így sikerül. Hát, hogy engem igazából... Nem érdekel. Rohadtul nem érdekel. De hogy ez jó, meg az is jó, hogy a biztonság tud maradni, vagy tudtál maradni nekik azután, hogy ti szétmentetek, és te eljöttél, és ott lett egy új otthon, és hogy ebbe így bele tudtatok ülni. Tehát, hogy ez azért tök nagy dolog. Tehát szerintem, nem? Tehát, hogy ebben nagyon, én tudom, hogy ebben nagyon sok melód van. Hosszú az élet, és nyilván nincs kész, de ezt a korszakot, a gyerekeknek ezt a korszakát, amikor már igazából nem is gyerekek, hanem inkább ifjú felnőttek, és gondolataik vannak, humoruk van, személyiségük lesz, ezt én csodálattal nézem. A kiskorukat, ezt a gőgicsidős, nyálfolyatos, bébitápszert, nyelve eloszlatos korszakot, ezt nem néztem csodálattal. Ezt olykor viszolygással néztem, de többnyire unalommal néztem, és számoltam már, de ez kimondottan szórakoztat, ahogy fejlődnek, ahogy és a másik dolog, amire talán én belül kapcsolatban büszke vagyok, hogy én nagyon fontosnak talán fontosabbnak talán az érzelmi intelligenciát ma, mint az értelmi intelligenciát, mint a lexikális tudást, vagy mert és azt hiszem, hogy az például egészen fejlett nekik, és kiskoruktól fogva fejlett nekik, és ezt nem kérdezted, ezt csak úgy elmondtam. De ezt neked is köszönhetik nyilván. Nem? Tehát azért te mindig is nagyon, tehát hogy te úgy beszélsz velük, ahogy bárkivel. Tehát hogy én azt láttam úgy rajtad, hogy te pont úgy beszélsz velük, ahogy bárkivel. Pont olyan nyíltan, ha kell, karcosan és olyan nyersen, őszintén. Igen. Ami főleg, amikor kicsik a gyerekek, akkor biztos vagyok benne, hogy a környezetednek néha felszaladó szemöldököket okozott. Nem is vagyok benne biztos, hogy ez jó. Tehát, hogy nem gondolom mindig, hogy egy kis gyereke pont úgy kell beszélni. Ezt apám megjegyezte olykor, hogy úgy beszélek a gyerekekkel, mint a felnőttekkel. Nem hiszem, hogy ez... Nem adnám ezt tanácsként. De én nem tudtam kibújni a bőrömből, tehát nem tudtam átvedeni azért egy ilyen... Hát egy ilyen, tudod... Igen, tudom, erre gondolsz, igen, cuki anyura. Cuki anyura, nekem ez egyszerűen nem sikerült, és nyilván azért a kiskorukat azért sem élveztem annyira nagyon, mert ott azért több volt a
súrlódás, úgymond. De mondjuk te a kiskorukban, tehát ebből a fajta unalomból, amit mondjuk a, te a kisgyerekeid mellett megértél, és tök én oda vagyok ezért, hogy te ebbe így beleállsz, és már régen is, amikor most már egy kicsit nagyobb szabadságot, meg irgalmat adunk magunknak anyák, hogy azt is bevalljuk, amikor nem működik, nem jó, nem érezzük jól magunkat benne, stb. De annak idején is, amikor még az volt a divat, hogy anyának lenni a legszentebb és legtökéletesebb emberi lét, vagy női lét, és a teljes kiteljesedés mindenkinek is minden percben, hogy te akkor is mondtad, hogy hát 6 évvel ezelőtt, vagy 7 évvel ezelőtt, mikor beszélgettünk is, hogy hát igen, azért ott voltak kemény pillanatok, és például én nekem az volt a benyomásom, hogy te például mellőlük menekültél föl a színpadra. Egy kicsit. Nem? Ez így sok? Ez így egy picit talán sok. Akkor vegyük vissza. Ha akarod, akkor lehet. Nem akarom, mert ezt nem mondd meg, hogy akkor hol van az igazság. Én mindenfelé menekültem előlük, sokszor a lakáson belül is, de nem volt. Én azt mondtam, hogy mellőlük. Előlük is menekültem, és mellőlük is, tehát ott függ ki, milyen hangulatban volt. Igen. De a színpad az teljesen, én nem voltam soha egy színpadra vágyó ember. Tehát, hogy feltuszkoltak, jó ez a szó? Feltuszkoltak a színpadra. Nyilván, amikor jó tanuló voltam, vagy éltanuló voltam, meg mit tudom, viszonylag talán mutatós is, és ezért fellögdöstek a színpadra, de mindig megbántak, tehát látszott, hogy nem... Tehát basztottak, nyisd ki a szed, nem artikulálsz, húzd ki magad. Mosolyog. Persze, teljesen kilógtam a sorból, ott voltak a szavaró lányok, meg ott volt kormosan, érted, és már mindenki megbent, hogy ó. Az van, hogy én most felkutattam a te 2006-os novellás kötetedet. Jézus. És elolvastam. Jézus. Képzeld el, de csak az utóbbi 2 napban sikerült megszerezni. Itt van. Tiszta, igazi barát vagy. Ugye? Ingyen színház Kormos Anett, nem lehet már kapni, és a Kairosz kiadótól szereztem meg, akiknek köszönöm, és hogy... Mondjuk kaptál volna egyetemhozhoz. Jó, de nem akartam és elárulni, hogy gondoltam, megleplek ezzel, hogy én ezt elolvastam, és ezt, meg az igazság, hogy eszméletlen kíváncsi voltam rá, és én elfelejtettem, hogy neked volt ez a köteted, és nagyon örülök, hogy elolvastam, mert iszonyú sok minden kiderül rólad belőle, és most nem a történetekre gondolok feltétlenül, meg az életed szereplőire és kisállataira és családtagjaira, hanem az, hogy te milyen ember vagy, és azt gondolom, hogy ha mindenki elolvasná ezt a kötetet, amihez majd mindjárt megkérdezem, hogy te most hogy 17 évvel később hogy viszonyulsz, mint szöveghez, de hogy akkor nem, soha többet nem kérdezné meg tőled senki azt, hogy és az érzelemmentes külső mögött tényleg érzelemmentes belső van-e? Mert hogy hát, nem. De én ezt nem is állítottam soha. Persze, hogy ezt nem te állítod, csak ezt mindig megkapod ezt a kérdést. Persze, de ez a kérdés azért jogos, mert ez tükröződik az arcomon, és én sokat, nem biztos, hogy tettem ezért, de így alakult, és ez engem számos élethelyzetben megmentett, és egyébként most is megmentett. Hmm. Nyilván a színpadon is vannak olyan helyzetek, ahol ha kijön az arcomra a valódi gondolat, a valódi érzelem, akkor végre lenne a produkciónak. Tehát nekem ez... adottság, vagy áldás, vagy átok, azt nem tudom, de... Védelem, biztonság, egy csomó minden. Abszolút. Túlélő mechanizmus, nem? Egy olyan biztos, működés, biztos, ami azért úgy... Biztos, hogy az is, és azért a mi családunkban volt egy olyan törés, és az én egy olyan időszakomban, amikor gimnazista voltam, és mondjuk érettség előtt álltam, ahol mondjuk mit tudom, mondjuk olyan öt, tehát amíg átértem mondjuk a kollégiumtól az iskoláig, a kollégium telefonfülkétől, ahol anyám beszámolt bizonyos hírekről az iskoláig, és ott volt mondjuk 20 méterem, hogy eltelítsa magam az arcomat abból, hogy a rettenetből és a nem tudom, a padó alá tudnám szokogni magam, odáig, hogy semmi baj. És ez nekem alapvetően nem biztos, hogy meg kellett tanulni. Azért tettem meg, mert azt éreztem, hogy én ezzel most nem bírok, tehát nem voltam olyan közösségben, akivel ezt megosztottam volna. És azt éreztem, hogy nem is tartozik feltétlenül rájuk, ennél jóval zárkozottabb voltam mindig is, és azt gondolom, hogy egyetlen lehetőség van, hogy ebből kimásszak, hogyha erről nem kommunikálunk, ennél fogva ezt el kell titkolnom. Ez az, ami benne van a könyvben, és ami apukáddal történt? Igen, igen. Én nem akarok erről beszélni, ha te nem akarsz.
Csak miután megírtad, ezért merek rákérdezni, gondolom azt, hogy rákérdezhetek. Hát elsősorban miatt, tehát hogy minden olyan kérdést, ami rám vonatkozik, örömmel megválaszok ezzel kapcsolatban, csak az apám miatti tiszteletben gondolom, hogy ez... hogy kezelem ez diszkréten, mert ez tulajdonképpen azért elsősorban az ő története, és nyilván minket is érintett, de ettől még az ő története. Láttam apámat olyan helyzetben, mint még soha, de valahogy másképp csapódnak be az ember tudatába egy ilyen sokkos állapotba szerintem. Tehát nem tudom, hogy ha például most így kiszállnak a kocsiból, és például lehetnem egy olyan helyzetben, nem biztos, hogy nem állulnék el, pedig nem vagyok egy állulós. De akkor olyan... Tehát egy olyan lelkiállapotba kerültünk mindannyian, hogy valahogy olyan típusú összefogás volt, ami ezeket, hogy ne, nem tudom, hogy ne korrodálják tovább az életünket, valahogy lesz félresöpört az asztal szélére, érted? Értem. És őszintén szóval rengeteget röhögtünk ezekben a helyzetekben, kínunkban, saját magunkon, mert nem volt máshova menekülni, mint a röhögésben. Mint a humorba, meg az öniróniába. Mint a humorba, az öniróniába. És valahol akkor itt születtél te meg, nem? Abban a humorista létben, ami aztán a sajátod lett nagyon tényleg ez a, hogy a legsötétebb dolgok mindennek a fonákjából is képes vagy nevetést csinálni. Saját magadon elsősorban. Mert hogy így tényleg az, tehát hogy amikor te először feltűntél a színen, mint humorista, gyakorlatilag a saját anyaságod került, tehát hogy körberöhögted magad, a csetlés botlásaidat, a sötétségeidet, a bénaságaidat. Igen, mert valahol le kell csapolni a feszültséget, és ugye szokták mondani a könnyed szórakozás kifejezést, ami szerintem nincs olyan, hogy könnyed szórakozás van, mert milyen van, mi az ellentéte a nehéz, ez egy fajsúlyos szórakozás volt, azt nem szórakozásnak hívják. Egyszerűen az a dolga a szórakoztatásnak és a szórakozásnak az a funkció, hogy felszabadítson szerintem. És nyilván a nagyon súlyos, folytogató, szorongató helyzetekben az ember minden szerepet kinyit. Levegőt kapjunk. Vagy levegőt kapjunk. Igen, azon kívül azt érzem, hogy ezek, tehát mindenkinek vannak fájdalmi, és ami én az egyik VMS-tenten szóba is került, hogy én mindig tabukat feszegetek. De nem igaz, és nem is szeretném ezt a látszatot kelteni, mert nem vagyok egy idióta, aki a tabukat rugdossa, de azt gondolom, hogy azokról a dolgokról, amik feszültséget keltenek a társadalomban, a nőkben, a férfiakban, azoknak kell egy szerep. Uh-huh. Vagy jár egy szerep. És jó ilyen szerepnek lenni? Vagy milyen ilyen szerepnek lenni? Mikor milyen? Nyilván, ha nem lenne jó, akkor nem csinálnám. De közben... Nem vagyok biztos ismerve téged. Nem vagyok lehet, egy papíralkat nem? Amúgy. Egyáltalán nem. Csak mert tudom, hogy például szorong színpad lépés előtt, nagy és mégis mész. Hát persze. Persze. És nem a pénzért mész, hanem azért is, de nem csak azért. Hanem az, az energiáért megyek. Az energiáért, meg a kapcsolódásért mész. Igen, de van, aki például, tehát én engem nagyon megvisel az előtte lévő nap, és nagyon nem vagyok jól, tehát mindent ki tudnék találni, mint az iskolás gyerekek, hogy kapar a torkom, érzem is. Vagy az, aki mindig betegen megy fel a színpadra. De tetesen szem, és az előtte lévő 20 métert, amíg fel, azt úgy hívom, hogy halálsor, tehát, hogy mert kb. Úgy is érzem magam, tudod, tehát mintha a kivégzésemre sétálnék, tehát hallom a szívverésemet, és lehet, hogy a közönség is hallja. De közben meg nyilván az ott létet, és amikor azt érzem, hogy megvan a kapcsolat, az meg nyilván eufórikus, és még utána akár fél óráig is eltart. És miért tartott ennyi ideig, hogy újra önálló ested legyen? Mert ugye tavaly indult a Topless est, amit én is láttam tavaly. Oda is viccelek most a Lovag utcába, ahol budapesti fellépéseit szoktak lenni. És hogy ezt ugye már nem a Duma Színház tagjaként, hanem abszolút önálló vállalkozásban szervezed, ami nem kis meló. Szóval miért így, és miért ennyi idő után? Nagyon azt éreztem, amikor ezt a szünetet tartottam, hogy ugyanaz történik, tehát nem hogy ugyanazt ismétlem, nem fejlődik a dolog sehova, egyfajta hakni betyár vagyok, kiszolgálom a közönség igényeit, ki is tudom, tehát én például a cégeseken általában igen jól szoktam szerepelni, mégsem vállalok már cégest. Azért nem, mert
más a viszony a közönség és az előadó között, mint például egy ilyen esetben, amit én hirdetek meg. Tehát ott én igenis egy bohóc vagyok, és hogyha ők azon nevetnek, hogy én elcsúszok a baránhéjon, akkor nekem el kell csúszni a baránhéjon, úgyis azért fizetnek. Itt már meggondolom. Uh-huh. Tehát nem, itt már azt gondolom, hogy ha rám jönnek az emberek, és tudják, hogy ki vagyok, akkor férjem bele, hogy én nem fogok elcsúszni baránhéjon. Uh-huh. Már pedig mennek, mert én azt figyelem, hogy mindig teltház van. Igen, nagyon örülök neki, ami meglepő különösen, hogy tényleg látod, nagyon rosszul kezelem az összes közösségi oldalt, tehát képtelen vagyok rendszeresen posztolni. Rettentesen rossz önmarketinges vagyok. 40 órát könyörögnek nekem a szervezők, hogy valamit, esetleg, hogy csak tudjanak róla, hogy lesz ez, akkor nagy nehezen kinyökögöm. Tehát, hogy... De látod, ez elég is. Tehát, hogy megtalálnak, megveszik a jegyet, és ott vannak. Hál' Istennek egyedül a közönség, igen, szerencsére hozzám mérten igénytelen. Az előző stand-upos hullám meg a mostani között azért eltett tényleg elég sok idő, és hogy persze nem csak ekkor, hiszen már régebb óta, de hogy te forgatókönyvírással is foglalkoztál, és ezt most nem tudom milyen igen időbe kérdezzem, mert hogy ez most hogy van a te lelkedben, mert a legutóbbi Nőklapja interjúban én azt hallottam abból a szövegből, hogy hát te azért van egy ilyen illúzióvesztettség benned a forgatókönyvírással kapcsolatban. Mert azért itt, aki nem tudja, azért mondjuk el, hogy te a Mintaapáktól a Mi kis falunkon keresztül, a Holnaptalig, filmekig, egy csomó mindennek az alkotásában részt vettél forgatókönyvíróként. Ami egy nagyon komoly szerete a te életednek. Szóval, mi van ezzel? Ez a másik oka egyébként, hogy visszatértem a színpadra, hogy olyan módon porzott a lelkem, ha lehet ilyet mondani, hogy úgy éreztem, hogy ha a közönség elutasítja például azt, hogy én visszatérjek, ami azt mondja, nem elég nagy az érdeklődés, akkor nem csinálom, mert ez nekem csak arra, nem csak arra nyilván, de elsősorban hát lehet bénám, egyfajta önigazolás. Ez nekem most úgy kellett, mint egy falatkenyér, hogy a közönség ilyen érdeklődést tanúsítson, tehát majdnem, hogy nyilván nem életmentő volt, mert akkor elmentem valamit csinálni, de egyszerűen a forgatókönyvírásban most egy... nincs illúzióvesztés, mert csodálatos munkáim voltak, és rengeteget tanultam magamról, az írásról, a csapatmunkáról, a vezetésről, és most még sorolhatnám, tehát abszolút azt gondolom, hogy ezzel a profittal a zsebemben lépnék tovább. Uh-huh. Nem csak nagyon beszélgettünk a Kapitány Ivánnal, akivel te sokat dolgoztál, mert ugye én úgy tudom, hogy ez a ennek a bizonyos 2006-os novellás kötetnek annyi köze van a forgatókönyvírói karrieredhez, hogy a kiadó igazgatója hívta föl a figyelmét az Ivánnak arra, hogy te mennyire tehetséges vagy, és hogy forgatókönyvírót lát benned. Ez tényleg így volt? Ez nekem is új, de ettől még lehet, hogy így volt. Nem pontosan emlékszem. Szóval, hogy én ezt hallottam, de hogy abszolút logikus, mert hogy már 25 éves korodban ebben a novellás kötött, jaj, de jó kezek az utcán. Ez egy félreértés nehézség, mi csak egy sima budapesti utcán megyünk. Na, szóval, hogy úgy írsz, mintha mozit látna az ember, és ritmusa van, és poentírozva vannak, de még a lírai, vagy a próza is, tehát, hogy én látom ebben azt, hogy tényleg ezen keresztül föl lehetett téged fedezni forgatókönyvíróként, és azt mondja az Iván, hogy azonnal kiderült, hogy neked ehhez valamiféle óriási tehetséged van, viszont... Hát egy édes. Viszont pekhed volt pár munkával. Tehát azt ő is mondja, hogy Anettnek pekhe volt. És most nem arra akarok, nem kell senkit szídni a szakmában. De én örömmel szidok egyszerűen csak az, arról beszélgessünk, hogy milyen az, amikor, mert a forgatókönyvírás egy olyan alkalmazott művészet, amikor ki kell adni a szövegedet a kezedből, és utána azzal gyakorlatilag, ha nem is azt csinálnak, amit akarnak, de azt csinálnak, amit akarnak sokszor. Igen. Ez egy sokkal nagyobb és sokkal hektikusabban működő rendszer, mint ahogy én azt gondoltam volna. Uh-huh.
A változásai számomra teljesen nyomon követhetetlenek. Ha pedig mégis nyomon tudom követni, akkor nem tetszik. Mert nem tetszik az, ahogy mondjuk hozzá lehetne jutni bizonyos dolgokhoz. Nem akarok bizonyos eszközöket megfogni azért, hogy a célomat elérjem. Tudom, hogy miket kell, tudnám talán, de nem passzol az értékrendembe, ha fogalmazhatok ilyen magasztosan. Fogalmazhatsz magasztosan. Nem tudok eléggé elkurvulni, és ezzel nem azt akarom mondani, hogy mindenki, akinek fémje van, az mind kurva, és nem is a szexuális értelemben vett elkurvulásról beszélek. Kizárólag. Ja, értem, oké. Okay. Csak részben. És saját projekttel próbálkoztam először, ami egy rendszerváltás miatt egyszerűen, de mondjuk egy 3 év fejlesztés előzte meg, ugye a kukába került. Aztán mindenkinek megírtam mindent, amit kért cserébe, hogy egyszer majd írhassak sajátot, tehát, hogy mondjam, béranyaként funkcionáltam. Uh-huh. És ezt már elsírtam, ezt a bánatot, mert tényleg mindenkinek kihordtam már a gyerekét, azt hiszem, csak elfáradtam ebben, és ilyen értelemben a testem is leharcolt. Ha valaha még szűrésre adom a fejem, maradva a béranyás példán, akkor azt hiszem, már csak saját gyermeket fogok világra hozni, akit utána nem vesznek ki a kezemből. És akkor ez viszont lehet, hogy nem forgatókönyv lesz, nem? Mert azt hogy írjál már, tehát hogy írjál már irodalmat. Azt hiszem, hogy ez az út marad, és ezért mondtam, hogy nem akarok hálátlan lenni, tudod, mert nem akarok az, nagyon sokan vannak ebben a szakmában, aki a sors nagy veszteség. Én egyáltalán nem érzem így. De egyszerűen olvasni kell a jelekből, és hát a nyilak egy irányba mutatnak számomra például ebben a szakmában, hogy húzzak a picsába. Szerintem meg kell értenem, hogy valamiért erre, és ez nem biztos, hogy baj. Lehet, hogy én nem jó ajtón dörömböltem az elmúlt években, és akkor ezt be kell látni, és odébb kell állni. Tehát nem mindig a világgal van a baj, hanem én hajlandó vagyok olvasni abból, hogyha valahonnan visszapattanok, mondjuk 6-8-9-szer. Ugye 6-szorra, 8-szorra, 9-szerre. Kell egy pár, mert nagyon szeretek írni, és nagyon szeretek forgatókönyvet írni, és ráadásul szerelemmel kötődöm ezekhez a projektekhez, minden rohadt bérmunkához sajnos, ez meg nyilván nem profi hozzáállás ebben a szakmában, mert hogy mondjam, nem csillanhat könny a szemedbe, hogyha levegek gyermeked lábát, de az enyémbe csillan. Na, ezért mondom azt, hogy, tehát, hogy egy ilyen, én azon csodálkozom, hogy egy ilyen első novellás kötet után miért nem lett ebből irodalmi karrier? Mert nem a tehetség hiányzott. Valami akkor hiányzott. Mi hiányzott? Először is mindig szerettem volna megtanulni mindenféleképpen írni. Már hogy ezt mondtam is neked, hogy nagyon szerettem sokféle műfajban írni, és hogy őszintén az elmúlt időszakban is írtam napi sorozatot, heti sorozatot, nagy játékfilmet, musicalt, vagy kettőt, vagy hármat. Tehát hogy azt hiszem, hogy tulajdonképpen viszonylag széles skálán tud végigszaladni a tollam, ha kicsit meglökik. És nem biztos, hogy ez a tudás ez haszol. Nem akarok persze mindent itt túlgondolni, de lehet, hogy nem volt ott az ideje, vagy bennem nem volt elég az elszállás. Azon kívül mindig szerettem volna sok emberhez eljutni, és az derült ki azért számomra, hogy ennek nem az az útja, hogy az ember zseniálisan ír. Igen, lehet. Lehet, persze, minden esetre értem, meg annak is értem, hogy bizonyos dolgoknak egyszerűen máskor jön el az ideje az ember életének, csak most nem tudom nem észrevenni azt, hogy itt most van egy olyan, hogy oké, ennek a forgatókönyvírás dolognak akkor most ezen a szinten vége, a gyerekek 16 és 17 évesek, tehát, hogy itt azért ők már lassan majd itt felszabadul egy csomó idő meg energia, nekik az ő felnövésüknek köszönhetően. Itt most kaptál egy tök jó szakmai és emberi visszaigazolást a stand-up közönségtől, tehát hogy itt most van egy ilyen momentum, amiből akár még az is lehet, hogy most jött el ennek az ideje, hogy kormosan egy regény szülessen például. Lehet, de ahhoz azért ki kell most söpörnöm a fejemből. Tehát nagyon megtanultam szűk ketrecben mozogni. Uh-huh.
most, ha hirtelen kinyitja a ketrecajtót, lehet még kicsit gönny a hátam. Tehát, de lehet, hogy egyszerűen csak a kifogásokat keresem, és nyilván rettegek attól, hogyha ennek el akarok regényt írni, akkor őszintén szóval végleg kiesem a világból. De ez nem biztos, hogy rossz. Nem, de most azért vannak... Valaki így szeret egyedül lenni. Nem, az nem zavarna, csak hát vannak kötelességeim, adósságaim, ja. Tehát érted, hogy közben óvatosan kell nyilván lavíroznom a... Jó, de stand-up mellett is lehet. Na jó, én most már ilyen karriertanácsolásba mentünk, hát tényleg nem, csak hogy annyira, én tényleg tök nagy hat. Fedezd fel. De, megint? Kérlek, újra és újra. Szóval nem az, hogy oké, én nagyon szívesen egyrészt, másrészt meg, tényleg nagy hatással volt rám az, hogy te 25 évesen egy ilyen novellás kötetet írtál. Na, jó van, mindjárt ott vagyunk a Lovag utcában, úgyhogy... Igen, VMN-en is rengeteget tanultam, és nem hiszem, hogy ez, tehát hogy őszintén, most mit röksz? Semmi, nem, csak most rögök meg, zenefüleimnek. Tényleg, hát csodálatos volt. Neked azért óriási hatású cikkeid voltak, tehát rohadt sokan olvasták őket, és nagyon, hát hogy mondjam, tehát hogy diskurzus teremtő. Igen, de hát csak ez pattintott ki a rendszerből, hogy egyszerűen azt éreztem, hogy igen, és? Hát igen, igen, és. De közben meg tovább lehet diskurzusokat. Nem, most én nem VMN-es állást adok el neked, nem, mert ezen mi már túl vagyunk, és tudod jól, hogyha bármikor szeretnél írni, ott vagyunk, és írj, és hívunk, és itt vagy, abszolút, és ezért. Tehát, hogy ez nem egy ilyen dráma, hanem egyszerűen értem, és ez is egy olyan rendszer volt, ami így kimaxoltál. És eljött az ideje, hogy valami mást, és valahogy máshogy. A rettenetes egészben az, egyébként erre, mikor kollégiumba kerültem, akkor volt példa, 14 évesen, vagy 15, nem is tudom, hogy 5 olyan lány mellé kerültem, róluk is írtam ebben a novellás kötetben, akik finoman szóval problémások. Nem problémások voltak, kamaszok voltak, és hát nyilván a kamasz ügyeiket élték meg, de hát, hogy egy gócpont volt, maradjunk ennyi. Igen, meg 14-15 évesen kikerülni a szülői házból, azért az nagyon korai, és akkor ott hirtelen ott nagyon, ott az ember nagyon lesz valamilyen. Így van, elszabadultak egy kicsit, és az első évre nagyjából beállt a normál ügymenet. A normál ügymenet, de azért ez sok kalandot okozott. És mikor másodikba mentünk, akkor engem kivettek ebből a szobából, és áttettek a következő elsősök közé, mert jó hatással voltam ezekre. Hát szerinted mekkora üvöltözés rendeztem ott egyébként 15 évesen. Te voltál az anya királynő? Nem, de úgy éreztem, hogy hát hogy lehet, hogy érted, hogy miért kell engem mindig bedobni a farkasok közé, mert jó hatással vagyok, és mi van velem? Tehát nagyon örülök, hogy ismét... nem tudom, majd áthelynek az ágyam fölötti éjszaka, az ifjúság, és nem tudok bemenni a szobába, mert orgia van, de ezt én már megéltem, és lett normális, most megint kell ezt, tehát, és valahogy, de közben mégiscsak így működöm, hogy igazából addig élvezem a rendszerekben való működést, amíg húzni kell. Amikor ezek működnek maguktól, és elkezd a dolog üzletileg is akár egy prosperáló dolog lenni, elveszítem az érdeklődést. Igen, és ezt oké. Tehát, hogy ez egy működés. Ilyen emberek vannak, és értem. Én ezt tökre értem. Az a baj, hogyha ezeket az embereket utána erővel benne tartanak rendszerekben. Mert, akkor jön tényleg az a kérdés, hogy mi van velem? Hogy akkor mi lesz veled? Nem tudok benne maradni, és azt... Az nyilván... egészségtelen neked. Nem tudok, tehát ha kiderült, hogy nem megy, tehát ha erőszakkal se egyszerűen kibattanok, mint az oda nem illő puzzle darab, tehát nem a törekvés hiányzik, nem a szándék. Én azt gondolom, hogy nagyon sokan gondolhatják rólam azt, hogy egyébként akár nagyképű vagyok, vagy arrogáns, azért, mert nem akarok, vagy nem tudok oda tartozni, de ebben nincs ilyen, tehát én sosem azért nem tartozom valahova, mert többnek, jobbnak gondolom magam. Egyszerűen nem passzol hozzám, vagy én nem passzolok, érted? Ez nem valakik fölé helyezem ilyenkor magam, hanem egyszerűen kihelyeződöm ebből a körből. És ez nem azt jelenti, hogy az adott kör tagjait én nem kedvelem ugyanúgy, vagy érted, amit mondok? Én abszolút értem, de én ezt már először is értettem, de tök jó. De szerintem kb. Te vagy az egyetlen talán ebből a körből. A kettőnk közül? Kettőnk közül is. De tényleg értem, és azt is, tehát hogy én, ezzel nincs semmi gond. Szerintem ezzel nincs semmi gond. Ameddig van olyan...
Köszönöm, Anett. Na jó van. Szóval szerintem érjünk oda lassan. Már mindjárt nem tudom, hány kört mentem itt. De hogy, de na, szóval ameddig van, nem tudom, ameddig van új felület, új csatorna, ahol te meg tudsz nyilvánulni, addig jó, mert az viszont nem jó szerintem, és az neked sem lenne jó, hogyha bent maradna a közlés. De talán jó lenne, de nem bírom bent tartani sajnos. A másoknak lehet jó lenne, de neked nem lenne jó. Nem tudom bent tartani, tehát van, amikor eldöntöm, hogy nem csinálok semmit, és nem írok, és biztos, hogy valami kicsúra. A rúdat azt az Anett műsor részeként? Nem, azt te szoktál szedni a kedvemére. Pedig biztos nagy örömmel hát végignéznék a halálsor, amiről beszéltünk. Az ott, mert hogy onnan jöttél be, ugye? Onnan szoktam, igen, mert fent van az öltöző, és ez a halálsor. És mikor nyugszol meg? Hát változó. Nyilván mondhatnám, hogy az első nevetéskor megnyugszom, de csak akkor, ha az első nevetés olyan, akkor nyugszom meg. Milyen az olyan? Kitörő. Tehát nem az, hogy tudjuk, hogy itt poén volt, és tizenkodatból kuncogunk, hanem a... Amikor egy emberként. Amikor ivás közben azért kicsit, igen, visszalöttje. Akkor megnyugszom. És te mind tudsz így nevetni? Hát nagyon ritkán fordul ez elő egyébként, vagy nem, de szerintem a felnőttekre egyre kevésbé fordul elő, nem? Tehát, mint aki kupálódna belünk idővel a... Azért járunk az ilyen estekre. Általában a leghülyébb dolgokon, tényleg, tehát és primitív dolgokon. Furcsa módon, úgyhogy ezekre nem vagyok büszke, de mit tudom, vannak mémek, amitől megláttam, és egyszerűen igen, azonnal. Köszönöm szépen, hogy elvittél. Én is. Csodálatos volt. Nekem is. Csináljuk máskor is. Csak kamerák nélkül. Na, de nem. Sziasztok! Mennyi ilyet látunk, hogy gyerek színészekből aztán felnőtt színészek lesznek? Jók? Van, hogy jók. Talán. Hon? Szembeállítjuk a külső és a belső értékeket egymással, és azt mondjuk, hogy a külső nem számít, a belső érték a lényeg. Mintha a kettő között nem lenne semmi kapcsolat. Saját magát nem szeretné megpillantani az ablaküveg tükröződésében szex közben, és ezért kapcsolja le mindig a villanyt, hogy saját magát ne lássa. Az egy nagyon-nagyon rossz folyamat kezdete, miközben mindenki mosolyog egymásra, hogy úgy fogadlak el. Látod ezt a kis ikont? Ha erre rákattintasz, nem maradsz le a legfrissebb epizódokról. Csatlakozz a BMN YouTube csatornájához.